Itt vagyok. Eljöttem. Este. Egyedül. Magához. Senki nincs, aki ezt köszön volna. Senki nincs, akire szeretettel tudnék gondolni. Ha tudnád, hogy diderektem. Milyen egyedül voltam. És te megérezted, hogy egyedül vagyok. Eljöttél, hogy szeress, hogy szeresselek. Milyen gyönyörű a ruhád. Milyen feketén sziklázik a hajad. És milyen meleg a kezed. Milyen tűzperzsel a szemedben. Jaj, de jó, hogy eljöttél. Milyen szép szerelmet hoztál nekem. Miért van rajtad aloe parfüm? Ez az egyetlen illat, amit szeretek. Ki árulta el neked? Senki. Te nem magadtól jöttél. Nem igaz. Ki küldött? Megint faggat. Ki küldött? Megint kínozni akar. Vizsgálóbíró, hát tudja, hogy halálra gyötör, amikor így apróra kikérdez. Ki küldött? Senki. Ki küldött? Ne gyötörjön! Ki küldött? Senki! Ki küldött? Talera. Miért? Hogy a szeretője legyek. Mit kapsz érte? Mindegy! Mindegy, mit kapsz! Itt vagy! Szép vagy! Itt vagy szép, hogy illatos vagy, szeretlek! Szeretsz! Szeretsz, szeretsz, szeretsz! Engedjenek! Mámort akarok! Mámort, hogy elveszek benned! Engedjenek! Szeretni fogok oldani! Utálom! Miért jöttél? Beszélnem kell magával. Igen, nem magamtól jöttem. Könyörögni jöttem, hogy ne törjeketté minden reményünket. Itáliát csak ön válthatja meg. A szeret meg kell tennie. A szeret császárrá kell lennie. A szeret szeresse Olaszországot. Tudod, hogy szeretlek. Mindent megteszek, érted? Mindent. Ez egy semmit mondó ígéret. Ha máor elmúlik, holnap elfelejti. Nézd, itt van minden. Egy nagy nemzet minden vágya és reménye. Velencei kémeink jelentései, a hazafiak gyűjtései. Itt van minden, és minden önhöz fűződik. Csak ön válthatja meg Itáliát. Ha szeret, meg kell tenni ezt is. És ha megteszem? A lábai elé borulok. Nem, alkú nem kell. Undornak egy, akár a pénzen, akár az országon vett szerelem. Szeretlek. Szeretlek, mert te vagy a legnagyobb ember. Szeretsz? Igazán szeretsz? Na, akkor szeress, 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 ahogy a tűz aleri a tüzet. Csókoljon, csókolj, csókolj, hogy a láng csókolja a lángot. Nagyon! Hogy ott rászár leszel? Tokarodj! Ne! Szeretlek! Üvöd lelkemmel, szeretlek! Nem hazudok, szeretlek! Rusztám! Akarok lenni! Rusztám! Ne taszíts el! Ne! Ne verj bánk velem! Ne verj el lökni! Szagon él volt. Még itt maradok.
halálom. Mi van ma? Kedd? Szerda? Még mindig, ha tájékozódni akarok, felébredt bennem a katonaiskolás diák, akinek a tanrendjét az határozza meg, hogy milyen nap van. Nagy szultán, nem parancsolsz valamit? Nem. Csak fázom. Hajnal van, uram. És az ember nem alszik éjjel, hát fázik. Akit belső láz fűt, annak a lelke fázik. Ki vagyok én? Kalandor vagy hős? Keresztény vagy mohamedán? Francia vagy olasz vagy korzikai? 34 éves vagyok, és még nem tudom, hogy ki vagyok. 34 éves vagyok már, és még csak itt tartok. 34 éves vagyok még csak, és úgy érzem, már eleget éltem. 34 éves vagyok már, és még semmit. Semmit se jöttem. Itt vagy még? Igen, uram. Már reggel van, és szerda. Reggel. És ha császár vagyok, és nincsenek gyerekeim, homokra építem a dinasztiámat. Minek ez a komédia? Rusztán, neked vannak gyerekeid? Mit akar? Nincs türelmem semmihez, és nem érdekelnek a maga államügyei. Maga még soha nem tette fel az életét egyetlen cselekedetre. Soha nem volt olyan pillanata, hogy nem mehetett volna egyszerre kétféle irány. És ezt a szememre hányja tábor? Ördögöt. Törődöm is én most magával. Tőle most már akár az ördög nagyanyjával is lepaktálhat. Mi látszik, ma nagyon vallásos hangulatban van tábornok. Készül a Notre Dame egyházi szertartására. Hm? Azt akartam mondani, hogy vigyen el engem az ördög a pokolba. Fel akartam egy kicsit vidítani, de látom, nem sikerül. Hallottam, hogy egész éjjel nem aludt. Hát én se. Egész éjjel vártam, hogy majd hivatni fog. Sokan nem aludtak ezen az éjszakán. Tábornok, beszélni szeretnék önnel. Őszinte akarok lenni. Én tegnap nem hittem, hogy komolyan beszél. Vártam, hogy majd beavat a szándékaiba. Hiába vártam. Most hát magamtól kell megmondanom, hogy ez a taktika tábornok káros. Rossz. Most nem szabad habozást mutatnia. Ez a visszavonulási színjáték egyszerűen felbátorítja az ellenségeit. Felbátorítja a vetélytársait. Ez a komédia, amit a császárság a kapcsolatban... Nem komédia. Nem. Ki kell mondanom, tábornok ön kockára teszi a császárságot. Nem érti. Nekem nem kell a császárság. Nem akarja fejére tenni a koronát? Nem. Most, amikor annyi esztendeje dolgozott ért, és amikor végre itt hever a lábainál... Épp ezért. Meg kell tennie Franciaország. Fütyülök Franciaországra. Meg kell tennie... A forradalom megteremtette a polgári tulajdont. Most visszajöjjenek a régi tulajdonosok? Vagy jöjjenek a jakobinusok, akik minden tulajdon ellenségei? A burbonok ellen és a jakobinusok ellen éles kardra van szükség, és önnek van konzul a legélesebb kardja. Hát csősznek kellek én a parasztok és polgárok birtokaira, hát csendőr legyek minden
piszkos kis magánérdek. Igen. Egy katona császár kell, aki a polgári rendet védi. A parasztok úgy várják ön, mint a messiást. Mert tudják, hogy ön elkerget mindenkit, aki az új földjeikhez mer nyúlni. Csak hogy én nem megyek el paraszt császárnak. Ezért kellett Egyiptom, ezért kellettek az itáliai diadalok, hogy éles kardja legyen a csősznek? Ne. Ehhez én túl jó vagyok. Nem a parasztok földjeit, hanem a világot akartam meghódítani. Pedig a francia parasztnak császárra van szüksége. És ha ön nem lesz a császár, akkor majd más emel maga fölé. Ha ön nem vállalja, hát majd akad más generális. Van valaki, aki rámer ülni erre a trónra? Van valaki, aki azt meri mondani, mától kezdve én vagyok Franciaország császár, és Franciaország nem nevet a szeme közé? Ön nagyon okos ember, de ez nem okosság kell, ez több kell. Ez háborúk kellenek, békekötések, diadalok, ez egyszerre kell lenni katonának és polgárnak, miniszternek és tudósnak, ehhez én kellek. Hiszen én is ezt mondom, ehhez ön kell. Ezt csak én tehetem meg. És éppen ezért kell önnek megtenni. De én nem akarom megtenni. Tábornok kikényszeríti belőlem, bár most okosabb lenne, hogyha hallgatnék róla. Mihelyest híre ment, hogy ön nem akarja a koronát, pártjának nagy része átpártolt Moró generálishoz. Nem hűtlenségből ön iránt, hanem jogos kötelességből önmaguk iránt. Császára szükség van. És Moró igen okosan, kedvesen fogadott mindenkit. Az ígéreteket gazdagon szórta. Már is sokan lelkesednek érte, akik tegnap még önért lelkesedtek. Akkor válasszák meg. Ha Moró is jó nekik, akkor legyenek vele boldogok. Franciaországból bábszínházat csinálnak, és Moró lesz a főpajáca. Rendben van. Én nem akarok császár lenni, hát lássuk, hogy más tud-e császár lenni. Lássuk a komédiát, mulatni akarok. Mondja meg Morónak, hogy én nem állok az útjába, és az új francia császári kutya komédián csak egyszerű néző akarok lenni. Néző? Félek, hogy ön nagyon is nagy ahhoz, hogy egyszerű néző maradhasson. Ezt magyarázza meg. No, ez egyszerűen annyi, hogy ön vagy császárrá lesz, vagy nem lesz. Moró tudja, hogy ön kicsoda. És tudja, hogy egy pillanatig sem lehet biztonságban az új trónon, amíg ön bármelyik percben lecsaphat rá. Tegnap este már egész nyíltan beszélt a bizalmasai előtt, hogy első cselekedete az lesz, hogy önt hadi törvényszék elé állítja és főbe löveti. Megmerné tenni? A győzelmeim ellenére? Meg kellene tennie. A győzelmei miatt. Talán ön adta Morónak ezt a kitűnő tanácsot? Látja, milyen jó, hogy ott voltam? És természetes, hogyha már ott voltam, hát ki kellett ugratnom a nyulat a bokorból. És úgy látom, elég könnyen ugrottak. Nagyon tisztelik önt, tábornok, önt és a képességeit. Éppen ezért egy pillanatig sem mernék életben hagyni. Hát mindenütt csapda van. Minden út el van zárva előlem, minden összefog, ég és föld. Élet és halál, hogy trónra kényszerítsen. Hát hallgasson rá, hallgasson a legjobb embereire, tábornok. Utálom önöket, a legjobb embereimet. Tábornok. Utálom és undorodom maguktól, mert a legjobb embereim... Mert mindannyiukat én tettem valamivé, és most ellenem fordulnak. Mert a szerszámaim, az eszközeim, és most ellenem fordulnak. Minden, ami nagyot cselekedtem, most ellenem fordul, és mindenki, akiből nagyot tettem, csak azt akarják, hogy ön még nagyobbat cselekedhessen, és ön még nagyobbá tehesse őket. De hogy mernek akarni ellenem? Hát, hogy mer a gyalú a mester ellen támadni?
Hogy mer az eszköz az ura ellen fordulni? Hogy meri a féreg fölemelni a fejét a talpam alatt? Itt akarja taposni őket? Szét fogom őket taposni. Morót elfogatom, fölbevetem. Elfogatom az egész bandát, elfogatom. Eszközök, szerszámok, elromlottak, összetöröm, elhajítom őket. Ugye, megvihetem a jó hírt.